A stabilan republikánus államokban Donald Trump hozta a kötelezően jó eredményeket. Texas mellett Észak-Dakotában, Dél-Dakotában, Nebraska-ban, kansas Mississippi-ben, wyoming -ben és arkansas is megszerezte az elektori szavazatokat. A keleti part demokrata párti államaiban Hillary Clinton tartotta magát. Megszerezte a győzelmet a 29 elektori szavazatot jelentő New York államban, és a kilenc elektori voksot adó connecticut is. Hillary Clinton bukásához az kellett, hogy a nagy keleti billegő államok Florida, Észak-Karolina, Pennsylvania közül mindhármat elveszítse, illetve az északi ipari övezetben kikapjon, Wisconsinban és Michiganben is. Elemzések szerint Clinton vereségében az is szerepet játszott, hogy kevesebb fiatalt, afroamerikait és spanyol ajkút tudott megszólítani. De az ázsiai származású szavazók között is visszaesett a támogatottsága. A republikánus győzelemhez az is hozzájárult, hogy több millió olyan fehér középosztálybeli ember szavazott most Trumpra, aki korábban nem, vagy csak részben támogatta a republikánusokat. Emellett a kampány során Hillary Clinton mögött nem volt olyan tömegmozgalom, mint korábban Barack Obama mögött. Donald Trump viszont rendelkezett ilyen bázissal. A kutatók szerint az Egyesült Államokat elitellenesség jellemzi, az embereknek elegük van abból, hogy a politikai elit nem hallja meg a problémáikat. Az Egyesült Államokban az elnökválasztás elektori rendszerben zajlik, államonként osztják meg az elektori szavazatokat. Az elnökről 538 elektor szavaz, tehát legalább 270 voks kellett a győzelemhez.